Ezúttal nem a küzdőtéren, hanem a lelátón foglaltak helyet azok az edzők, akik az első alkalommal meghirdetett nyíregyházi rendezvényre érkeztek. Az ötletgazda Tarnóci Zalán elégedett volt a 150 körüli létszámmal. Mint elmondta, igyekeztek minél színesebb programot összeállítani a szakemberek számára. Elméleti és egyébként inkább dominánsan gyakorlati bemutatók, illetve kipróbálni is sok mindent kipróbálhatnak. Úgy a teljesítmény, mint az egészség monitorozása, illetve az érterápián hatni is tudunk az egészségünkre, tehát a teljesítmény és a fitség is szerepet kap, de minden anyagot, a videófelvételeket, a kivetített anyagokat egy QR kód segítségével meg fogják kapni, tehát aki csak mondjuk beesett a rendezvényre, vagy hamarabb el kellett mennie, ő sem marad le semmiről. Rász Levente, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Kézilabda Akadémia képviseletében érkezett a konferenciára, ahol a korszerű erőnléti edzés témakörben tartott bemutatót. Ez az új generációk és a generációk, akik jönnek, egyre kedvezőtlenebb helyzetből jönnek, de nem azért, mert nem lennének alkalmasak a testük a fejlesztésre, hanem azért, mert nem kapják meg azokat az ingereket. Ezeket mi a kondicionálással azért be tudjuk hozni valamilyen szinten, de minél lejjebb visszük életkorilag a képzésnek a kezdetét, annál kevesebb deficitet kell lefaragnunk, és azt meglátjuk, hogy az élsport eredmények azok meg egyre magasabbak, tehát ezt az ollót kellene nekünk szűkíteni, és az edzői társadalom, az mondhatjuk, hogy felelős ezért. Tehát ezt fel kell vállalnunk. Vas Dávid a Várda Labdarúgó Akadémiáról érkezett. Kisvárdán nagyszerű körülmények között dolgoznak, de az újdonságokra mindig nyitott a szakember. Azt kell mondanom, hogy mi is a legjobb eszközökkel, a leginnovatív eszközökkel tudunk dolgozni. Mi is monitorozzuk a sportolónak a teljesítményét, napi szinten mérkőzés és edzés monitorozás folyik. Mellett az aktuális állapotokat is tudjuk nézni, és ezért jó mindig ilyen eseményekre járni, ahol újabb és újabb eszközöket vagy innovatív fejlesztéseket találhatunk, amit esetleg bevonhatunk ezeknek a teljesítménynövelési behasználásában. A szakmai nap úgymond sztár előadója a Speedworks csapata volt, akik a mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek tökéletesíteni a sportolók mozgását. The AI system gives us a... Nagyon fontos, hogy ez a mesterséges intelligencia rendszer nem elsősorban csak arra hivatott, hogy pontosan milyen gyorsan mozog az adott sportoló, hanem hogy hogyan mozog. És ez a mozgás minőség lesz a kulcs abban, hogy a sokszor emlegetett sérülés kockázatot csökkentsük, illetve hogy a jobb hatékonysággal mozogjon, illetve tanuljon újabb mozgásokat. A szakmai napon az előadások és gyakorlati bemutatók mellett különböző egészségügyi felméréseken is részt vettek a szakemberek.